Megtelt a Pécs közvetlen határában lévő Patacsi település művelődési háza a hétvégén. Összegyűltek a tűzkárosult lakók. Szeretnék, ha segítséget kaphatnának szervezetektől, magánszemélyektől és bárkitől, aki érdemben tudná támogatni őket. Szerencsére már most akadt pár támogató. Jött statikus, szintén felajánlásból. Borza ment ajánlott az ő építészirodájú és akkor meglátjuk, hogy le kell-e bontani, vagy lehet még használni megmaradt falakat arra, hogy a legfontosabb most a romeltakarítás, amit már is az egyik érintett lakó el is vállalt. Egy másik elmondta stábunknak, hogyan élte meg a tragédiát. Hétvégi háza égett le teljesen. Telefonon kaptunk az értesítést, hogy ég a ház. Erre megérkeztünk taxival. A szurdokban állt 8 tűzoltóautó, 2 lajtoskocsi, és a házat megközelítettem. Egy tűzoltó egy slaggal locsolgatta a még parázsló fa szerkezetet. A házat újjá kell építeni, amely körülbelül 5-10 milliós kárt jelent, tette hozzá a károsult. A lassan már 2 hete történt pusztító tűz során hatalmas károk keletkeztek. 2 lakóház teljesen megsemmisült, 19 épület károsodott. A tűzoltók több órás megfeszített munkával tudták eloltani a lángokat. A tragikus eset felkarolását egy helybeli lakos vállalta. Az, hogy egy ilyen eset történt itt nálunk, ez föladja azért olyan szempontból is a leckét, hogy mi az, amihez például egy adománygyűjtéshez tehát engedély kell-e, nem kell-e, mi az, amit gyűjthetünk, mi az, ami kell egyáltalán, és nagyon fontos volt, hogy ezt maguk a károsultak mondják el egy hét elteltével. A lakossági fórum ebből a célból jött össze. A romeltakarítást követően új építési engedélyek után kell nézniük. Aggódnak, lehet-e vajon újraépítkezni ezen a területen. Tervei közt szerepel megszólítani a karitatív szervezeteket is.